1945. márciusa és 1948. januárja között sok ezer vajdasági német nemzetiségű polgár lelte halálát a leghosszabb ideig fennálló gyűjtőtáborok közé tartozó gádori lágerben. 10 évvel ezelőtt a gádori tömegsírhelyén emlékkeresztet állítottak, amelynél megemlékezést tartottak a szerbiai parlament és a tartományi képviselőház magasrangú tisztségviselőinek részvételével. Az eseményen jelen volt a dunamenti svábok németországi szövetségének, Ausztria, Németország és Magyarország belgrádi nagykövetségének, valamint a történelmi egyházaknak és számos civil szervezetnek a képviselete. A tartományi képviselőház nevében Pásztor István elnök a megemlékezés fővédnöke mondott alkalmat. Ez az első alkalom a többpárti rendszer kezdete óta, hogy egy ilyen megemlékezésen megjelenik a legnagyobb parlamenti képviselőcsoport elnöke. A megemlékezésre határon innen és túlról rengetegen érkeztek, akik családtagjukat veszítették el a gádori táborban. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy az egyesületünk részt vegyen most ezen a rendezvényen, valamint, hogy a saját fiamat is elhozzam erre a rendezvényre, mivel hogy a nemzeti identitás, mint olyan, az rendkívül fontos, hogy megmaradjon, hogy az ember tudja azt, hogy honnan származik, hogy hová tart, és hogy mik a gyökerei. A koszorúzást ökumenikus istentisztelet előzte meg a zombori Szent István templomban, amelyen a római katolikus, a német evangélikus és a református egyház lelkészei működtek közre. A gádori kegyeletadást fogadás követte a zombori megbékélés házában.